Na, hát képzeljétek el, mi történt velünk, az kilóg a belünk. Élőben van a podcast, kérem szépen, alással. Valahol? Mert itt nem. Na, csá mindenkinek, hello. És szevasztok. Hát már nem láttuk egymás másfél hónapja, nem mondom, hogy nem volt az úgy jó, de. Most már mindegy. Basztad. Na, szevasztok, srácok. Podcast 12, gondolom én. 13? 12? Nem 12 volt múltkor? 13 most? 13? Azt a kurva. Technikus Anti is itt van, csak ő nem mer megszólalni. Itt van Anti is, és itt van Joker is, végre élőben megyen a podcast, és sziasztok, és üdvözlünk mindenkit nagyon sok szeretetben, és csillagparti, és minden. Mi lesz a téma, Joker papi? Szevasztok, hello! Most én tegnap, valamelyik nap direkt kigyűjtöttem a kommenteket az előző alól, mert mindig van egy ilyen reagálós blokk, de elfelejtettem, úgyhogy baszni rá, én azt mondom nektek. Amiről itt először, első körben fogunk témázni, hogy az Anti mikor ad képet rólunk. Ez az egyik, Anti. Szia, Anti. Te nem is köszönsz? Sziasztok, pofátlan. Sziasztok. Mehet? Ne. Várjál, úgy izgulok. Még ott van. 4, 3, 2, 1. Vágókép. Vágókép. Ja. Na. Hello. Sziasztok. Csá mindenkinek, szevasztok. Na, hát végre élőbe Joker, mert mondom őszintén, nem szedtél föl sem ennyi kilót, én egy 25-et. Karácsonykor felszedtem egy kicsikét, de le is dolgoztam. Egyből ki is fostad magad. Nem, járom. Na, jó, hogy így együtt újra, és simogathatjuk egymás combját titokba az asztal alatt. Szevasztok, csá mindenkinek, és nagyon sok szeretettel üdvözöllek. Na most, amit én első témában, vagy először akarok róla beszélni, tegnap kiment egy videó, pont róla beszéltünk erről a játékról. Uh-huh. Ez a kriptó világában történő játék, és nem tudom, olyan kommentek jöttek, bazeg szemem kigúvat. A kommenteket pont nem láttam. Láttam egy-kettőt, hogy MLM meg ilyen fasságok, nyilván erről szó nincsen. Azt vettem észre az emberek, hogy egy nyitott réteg az tökre odafigyel a kriptóra, és vágja, hogy mi van vele. Mert én egyébként nem vagyok kriptós, azt sem tudom, mi van, de mégsem. Tehát ilyen ördögtől való dolognak, ilyen kicsit ilyen boomer felfogással állnak hozzá az emberek. Anti, te le tudod halkítani a telefonodat? Köszönjük. Igen, megtörtént. És te otthon vagy ebben a kriptóban valamennyire, nem? Hát most már egyébként én is úgy érzem. Most pont... Bentley-vel jött pont, mert tegnap fölment a izének az ára, igen? Igen. Pont múltkor egyik barátommal beszéltük, hogy... Hogy nem kell fűteni otthon, mert a rigekbe fűtik a házat. Hát ez jó volt, igen, egy időben, még amikor az elején bányáztam, de most már, hogy annyira mellett... 38 van befűt, mi? Így ezt az egész történéseket így ilyen heti, vagy most nem azt mondom, hogy napi szinten, de ilyen heti szinten így nem nézed, hogy akkor most mi történik. Olyan könnyen el tud fölötted haladni az egész, hogy nem csodálkozok az ilyen 40-50-60 éves embereknek, hogy magyarázod, hogy mi az a bitcoin, meg izé, az vakarja a fejét. De nem csak 40, én is. Hát ez az, hogyha nem vagy benne, akkor ugye azért nehéz, meg csak a szkemet látod benne. Arra emlékszem, hogy nálatok ment egy darab rig, és hát, mindig sírta, hogy valami baja van. Meg állandóan valami baja volt. Faszol meg, hogy mennyit buktál a gépen, meg buktál minden igazából. Igen. Hát most már jó lett, hogy így fölmentek az árfolyamok, de akkor halál volt. Szóval én a kommentekben azt láttam, hogy mindenki nagyon fél tőle, meg hát nem tudom, eléggé furcsán reagáltak az emberek. Úgyhogy erről fogunk beszélni, erről a játékról egy kicsit. Gondoltam, hogy beteszem parancsba, hogy most írják, hogy geci halk, meg ilyenek, agyra hangot, bátya. Szóval a videót nem tettem be, úgyhogy YouTube-on megtaláljátok az utolsó videó. Van egy játék, amin keresztül játszva tudtok pénzt keresni. Ez tényleg elég bullshit-ül hangzik, és hol a buktató, meg ilyenek. Nem erről van szó, itt nincsen buktató, itt kölcsönöznek nektek egy bizonyos cég karaktereket is, mit tudom én, keresel 150 dollárt, ennek 30%-a ez a cégé, de ettől függetlenül ez egy mindenkinek jó lehetőség, vagy tehát, hogy egy olyan dolog, hogy oda-vissza megy a, tehát, hogy ez nem egy, nincs olyan, hogy az adatokat ellopják, meg faszom tudja, mert nem is kell. Hát meg ezért akkor 30%-ért átveszik a kockázat nagy részét, meg a kezdeti befektetés. Tehát van egy játék, amit most fussunk neki végezzen, nagyon nehéz
Szóval van egy játék, ahol meg kéne venned ezeket az NFT-ket, vágod, mi az? Ja, én vágom, vágom. De nem olcsó pénzért, nem? Igen, hát van, ezek nagyon drágák, ahhoz, hogy pénzt úgy keresnél, azt, hogy be kéne fektetned, igen. De ez a cég megelőzi ezt, odaadja neked az NFT-ket, cserébe 30%-ot bevételének az övé. És akkor, tehát erről a videóról vagy játékról van szó, most nincs chatbe parancs, meg semmi, szóval akit érdekel, az nézze meg. De a kommentek azoktól kiégtem, hogy MLM-e meg a faszom, tudja, minden fasság volt, de ezt mindenki döntse el magában hát nyilván. Hát ez nem MLM. Nem. Tehát ez egyértelmű. Én tudod, mit emelek magamat. Szóval ilyenbe bele sem mennék semmiképpen, hogyha valami olyan dolog lenne. Úgyhogy... Ide nem, mert ide nyilván nem kell hozod más, hogy te pénzt tudjál. Meg hát azért most nem titok, hát ugye Dadovskit már régóta ismerjük, persze, stream nézője, meg minden jó barátunk, minden. Azért ő olyan dolgok mögé áll, ami nem scam, meg nyilván te is... Ezt mögéd is beállt, Antti. Igen, azt én sem voltam scam. De még lehet. Szóval igen, ismerjük egymást nagyon régen. Úgyhogy ennyi. De a kriptóhoz való hozzáállás az elég éles a váltás. Nincs középút. Valaki vagy nagyon retteg, és azt mondja, hogy úristen, nagyon gonosz, és úristen a gazdaság, és úristen. Szerintem ez tök jó dolog egyébként a mai világban. Egy csomó olyan lehetőség van, ami nem kötött feltételekhez. Tehát te, ha egy kicsit nyitott vagy, és nyitott szemmel jársz, okos döntéseket hozol, akkor tök jó anyagi helyzetbe tudsz kerülni. Ez tök jó dolog. Tehát, hogy nem tudom, hogy ennek miért nem örülnek az emberek. Meg is van a kiegészítő keresetem. Mert valaki mondta, tegnap láttam a kommentben, hogy valaki azt hitte, hogy és akkor csodálkoznak, hogy a szakmunkások sok drágán dolgoznak. Hogy ennek mi a fasz köze van hozzá. Mert hogy mindenki keresi a pénzt, és hogy gondolom, hogy valaki tanul, akkor ezt úgy érzi, hogy ez egy igazságtalan dolog, de ez nem tudom, ez egy nagyon kétbites felfogás, úgyhogy, igen, úgyhogy de... ne legyetek ilyen kétbites gecik. Meg az fontos azért elmondani, hogy nyilván ez egy olyan lehetőség, ami aki akar, az tud vele élni, senkinek nincs pisztolytartva a fejéhez, és az fontos elmondani, hogy ezek nyilván olyan kiáratlan utakon mennek ezek az egész dolgok, még most indult ez az egész kriptojáték, meg minden, hogy mindenki úgy álljon ehhez neki, amennyivel szívesen kipróbálja, megnézi, nem lehet, tehát semmiképpen sem befektetési tanács, hogy itt most álljatok neki, azt játszatok ezzel, mert holnap után gazdagok lesztek, hanem ezt ugye azért fönntartásokkal kell kezelni, ez az egész lánc szinten, vagy ez a kripto dolog szintjén ugyanúgy, de ez egy olyan, éppen az a sok szar több száz scam közül, ez az Axi már régebb óta megy. De itt nem feltétlenül csak a játékról. Persze most ez tök jó dolog, hogy tegnap csináltuk ezt a videót, van ilyen lehetőség, van ez a játék. De nem csak erre gondolok, hanem az egész kriptó dologra. Meg, tehát, hogy van olyan, hogy mit tudom, kijön egy token, mindenki megveszi 100 millió, azt a tulajdonos azt mondja, hogy csá, összecsomagol, érted, mint a Deákon, a paprikáros öregasszony, és visszalátás lenyúlta a cash-t. Tehát nyilván vannak ilyenek, de én nem csak erre a játékra mondom, hanem eleve jó az ember nyitott szemmel jár, mert kap lehetőséget. És nekem van egy kérdésem, ugye nem hinztek az emberek ebben az egész dologban, mert azt gondolják, hogy bullshit, pedig a kriptó maga működik már évek óta. Ugye a legelején is, mikor ez beindult, engem is próbáltak belefűzni, nem hittem. Bánom azt a pillanatot, mert akkor biztos, hogy egy picivel több lehetne a zsebembe, viszont ha te ezzel játszani szeretnél ezzel a játékkal, gondolom ennek a játék gépigénye az nem egy akkora nagy, hogy ne tudna olyan ember is játszani ezekkel a játékokkal, igaz? Akinek nincsen egy erős gép. Hát ez semmi. Ez telefonról is lehet. Telefonról is lehet. Maximum. Ezt én csak azért kérdezem, tudod, hogy ne legyen az, hogy itt persze már megint kell hozzá valami jó, hogy én megint játszak vele. Ugye kerüljük ki ezeket a kérdéseket, szóval akkor lehet játszani annak is, akinek gyenge gépe van, iPad, bármi, stb. Már mindenről lehet szinte játszani akkor, ugye? Igen. Ezeket a dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy telefonról is lehet, de tehát, hogy én nem azért hoztam fel ezt a témát, hogy erről a játékról témázzunk, mert arra ott a videó, akit érdekel, az elért. Egyszerűen csak azért, hogy tök jó, hogyha nyitott szemmel és nyitott hozzáállással állsz a dolgokhoz, nem pedig így legyintesz egyet. Például én dolgoztam egy olyan céggel, képzeld el, még régebben, hogy a Pali abból gazdagodott meg, hogy 20 dollárért vett bitcoint 10 évvel ezelőtt. Jaja, igen, ilyen centekért lehetett. Vett belőle bazeg 100 darabot, érted? Mert azt gondolta, hogy hát most nekem nem hiányzik ez a, mit tudom én, 1000 dollár, vagy 2000 dollár ott áll, és volt neki 100 bitcoinja, és ma már az AMG Merciket töri össze a garázsába hobbiból, mert neki megy a pócnak, érted? Most mondtam valamit. Tehát, hogy nyilván ez egy nagyon sarkalatos pont, biztos volt olyan, aki 2000 dollárt egy amolyan coinba fektetett, és bebukta az egészet a gecibe. Ez egy ilyen dolog, úgyhogy érdemes ezekre... De az NFT is egy tök új dolog egyébként. Ja.
Ja. Szóval ez nem egy olyan... De mondjuk az NFT-nél éreztem azt először, mikor hallottam róla, hogy mi a faszom történik itt. Tehát, hogy egy képet, egy digitalizált GIF-et, vagy... Tehát, hogy bármit meg tudsz venni, GIF, mit tudom én... Egy csomó minden fasságot. De most ez egy olyan, hogy te szeretsz festeni. Jól... Igen, amúgy. És akkor oda fel tudod tölteni. Most jön az igazi, mert most indul a festős csati, NFT festés. De nem hülyeség, látod, megveszik az emberek. Én pont láttam egy olyan, olvastam egy olyat, hogy egy kis 8 vagy 7 éves srác NFT-n festett valamit. Én nem tudom, mi volt az pontosan, ez egy régebbi cikk, talán tavalyi. És ő azt eladta, és az a kisgyerek már most, egy évvel idősebb, már most annyi pénze van, hogy szerintem egész életében nem kell egyébként most belegondolni, mert NFT-n rajzolgatott, és ez megtetszik másoknak, és eladta. Szóval igazából ez is egy befektetés. Rajzolgatsz, eladod, akinek tetszik, hát a vonalat is eladják, nem? A nagy persze, múltkor az első SMS-t adták el a világon. Nem igen, igen, amit mondtam neked, igen, itt igen. Itt a néhány millió izéjén meg ilyen. Így van, így van. Kész a vacsorom. Kurva gyere. Kurva anyád, gyere haza! Ki az a zsuzsa? Ki az a kurva? Ja, úgyhogy nagyon érdekes, hogy a digitális világban... Mi fejlődés minden... az. Ja, és hogy brutál bazeg, és kicsit felfoghatottan nekem is, amikor magyaráztad, azt hiszem, te magyaráztad nekem először ezt az NFT-s fasságot. Éppen nem tetszett, meghallgattál. Anti, le kell tennem. Úgyhogy, ja, érdekes dolgok ezek. Én azt gondolom, hogy nyitottan kell járni, mert sok lehetőség jön velünk szembe. Úgyhogy ennyi. Itt most az Instagram is egyébként, meg a maga a TikTok is állítólag közé fog tenni olyat, azt hogy... Azt hittem bányászni lehet már ott is, bazeg. Nem. De egyébként nem kizárt. Amúgy igen, azért... Direkt beszélek, ha? Szerinted? Meg az a baj, hogy... Tehát ez szembe kéne a hanggal. Hát én próbálom, csak... Mintha fasz lenne Joker, tudod? Azt nem tudom milyen. Tudod, te köcsög. Szóval a hangnak szemből kell belemennie. Szóval az Instagram is csinál most, meg a TikTok is, most be akarja vezetni azt, hogy lehet ugyanolyan előfizetéses csatornád, mint a YouTube-on. Például feliratkozók után egyébként, nem tudom, ezt mennyi. Ezt most nem értem, ezt még egyszer mondom. Ugye a TikTok most per pillanat nem fizet a tartalmakért. Ja, igen. Ugye? Ezt vágjátok. Azt hiszem csak itthon, de külföldön fizet. De nem, már fizet. Már most akar olyat csinálni, hogy te tudsz amúgy létrehozni. Ha live-ozol, akkor tudnak neked küldeni rózsát. Ja, úgy igen. Rózsát meg egy buzikát. Igen, de azzal, hogy megtekintik a tartalmadat, nem. Most tudsz majd olyat csinálni, hogy létrehozol egy külön csoportot a te felhasználó fiókodban, és abba a csoportba be tudnak lépni mások, mint támogatók, érted? És azzal támogatják a te munkásságot. Aha. Érted? Szubcsopi. Hasonló. Aha. Szóval a szub 2 indul. Indul? Anti, itt a telóban csináljuk az TikTokos sikációt. Az Instagram is hasonlót fog most csinálni. Tehát az Instagram és a TikTok. Nem is hallottam. Nem hallottad? Az Instagram lesz egy belső OnlyFans-os izé? Hát ott mindenki pucsít, nem? Ugye azt írják, hogy a csatorna tulajdonosa által megadott havidíjad befizetők közösség exkluzív tartalmakhoz tudod juttatni. Ugye az Instagram és a TikTok. Most pont azon gondolkoztam, nekem van Patreonom, ugye? Ami eléggé haldoklik meg ilyenek, ami tök jogos egyébként. Mert itt az kerül bajba, hogy az exkluzív tartalom. Hogy mi a faszom? Mi az exkluzív tartalom? Amit annak... tehát most... A gátról nyomsz egy izét? Fit vagy mi? De hogy szakad? Igen. De hogy? Azt hittem, hogy a debreceni gátra gondolja. Nem. Ne gátra. Úgyhogy nem tudom. De érdekes. Lehet. Gondolom úgyis csak az számít exkluzívnak, amit azzá teszel, nem? Hát most kivágsz egy videót, felrakod, mint shorts, ahol most mondjuk beraknál a shortsra egy videót, de nem oda teszed, hanem berakod, mint exkluzív, és csak azt tudja megtekinteni a tartalmakat. Bár ez ennyire nem exkluzív, mert ezt ugye meg tudják nézni. Igen. Pont ezen gondolkodtam amúgy, hogy olyan rossz vagyok ebbe az Insta, TikTok meg ezekbe, mert mit tudom én, azon gondolkodtam, hogy én évente, vagy két havonta egyszer posztolok mondjuk az Instában, de hogyha történik valami, akkor. Uh-huh. De megnéztem a profikat, és azt látom, hogy mindig van egy selfie, egy nagyon jó vasalt ruhában, vagy egy szép, mit tudom én, egy konyhában, igen, vagy bárhol, lő egy selfie-t, de nagyon közelről az arcáról, és megkérdez, hogy milyen napotok volt. Lehet, hogy ezt kéne csinálni nekünk is. Ez exkluzív? Mert tartalom, bazd meg. De én például most itt fotózgatnám magam jobbra-barra, bazd meg, fók a testemmel, érted, itt dölöngélek, meg faszom, mert nem biztos, hogy mindenkit érdekel. De közben meg lehet, hogy igen. De lehet, ilyet kéne kéne, hogy
nagyon közel, hogy milyen volt a székletetek, vagy valami. Na jó, hol a telóm? Most csinálok egy ilyen posztot az Instára. Most azonnal? Igen. És egyből fizetőség kell tenni. De nekem már ismeretlen értesítés hangokat hallottam. Megcsaltad a izét? Mit? A márkát. A Facebookot, vagy mi? Mire gondolsz? Vagy anyádat? Megcsaltam anyádat? Úgyhogy érdekes, nem tudom, hogy mit szerettek, nincs jó csöcsöm se seggem, de milyen tartalmat néztek az Instán? De ez csak úgy pörög, nem? Ajjaj. Baj van? Fizetések voltak. Mármint neked? Nem, sajnos. Na menjen a selfie. Figyelj, most csinálunk Instára egyet, és kiírjuk, hogy milyen napotok volt. Rendben? Benne akarsz lenni, Joker? Figyelj. Lehetek. Csináljuk úgy, hogy... Igen. Közelebb hajoljuk, mintha együtt lennénk így. Nagyon jó. Az öreg azt mondja, hogy szokott lenni ilyen szó. Majd így töltök le ilyen rózsákat, majd így rá. Még nem is tudtam, hogy van ilyen zárhang. Nézd. Adtál hangod a telefonodra, nem? Nem tudom, hogy lett amúgy. Ez a gecis iPhone-nal, azt sem tudtam, hogy kell lehalkítani. Ott lenyomod azt a fél évig, Antti tanított. Igen, megvan, megvan. És most nem lesz zárhang. Na jó, most olvassál, addig valamit kirakom a posztot. Kirakom ezt a képet, és az lesz cím, hogy kurvámmal. Van egy másik. Kitartottam ma. Van egy másik hír. Igen. Írország. Hoztam két írországi. Írországi kicsit hazai. Kicsit hazai, igen. Átmegyünk hazaiba. Azért ne csak itt erről az országról beszélgessünk. Írországban történt egy olyan eset, ahova kettő ember vitt magával egy harmadikat, de az a harmadik az halott volt, hogy felvegyék az utána járó járadékokat a postán. És ez úgy történt. Ne bazd már. Tényleg. Ez úgy történt, hogy elmentek egyébként, önmaguk akarták felvenni ezt a pénzt, de mondták, hogy ez csak a jogosult személy férhet hozzá, amikor is kitalálták, hogy hát jó van, ez nem akadály. Challenge Accepted címen elindultak vissza haza, hogy megfogják a nagypapit, aki már egyébként napok óta halott volt. De ez mi az, hogy otthon feküdt az ágyba, vagy mi? Kárlóba történt, elvitték a nagypapit, és képzeljétek el, hogy kitámasztották. Hogy ne dőljön el. Egyszer volt egy ilyen film, és Damirra rángatták a csávó kezét, nem tudom mi a címe, de ugyanígy meghalt, és örökösödésről volt szó. Kitámasztották a nagypapit, és a postai dolgozó vett észre, hogy ott valami amúgy nem stimmel. És amikor látták, hogy szorul a hurok, akkor inkább nem vették fel a pénzt, elfutottak, ott hagyták a nagypapit is, hogy amikor megmozgatták, ő így, mint a zsák eldőlt, majd kihívták a mentőket, és a mentők megállapították a halált, hogy az már nem ma történt. Igen. Úgyhogy... És meg lett a két faszit, vagy mi? A két faszit még állítólag keresik. De azóta nem olvastam róla új hírt, ez egy kétnapos vagy háromnapos sztori. Szóval történt egy ilyen. De ez hogy lehetett megcsinálni? Hát érted, az... Be volt merevítve, vagy ilyen seprik voltak a nadrágjába dugva, hogy ne csukjon össze? Összedrótozott. Bármilyen, ha befagyasztották, akkor izé. Akkor lehet egy darabig vele bábozni. Jó, bocs, közben van egy újabb csalás. Gaming Zsozé atya nyereményeket sorsol. Már régen elküldtük, nem, Antti? Aha. 3-4 napon jeleztük, még nem törölték, de ha reportoljátok, akkor... Egyébként az sokkal jobb megoldás. Igen, sokkal hamarabb betörlik. De vannak ilyen csalások. Most kiment a poszt, és... Ugye? Kiment Instára a posztot, meg tudjátok nézni, hogy Jokerral összebújva. Szex. És azt írtam véletlenül, hogy milyen napozik van. Napozik? Napozik. Ki napozik, te? Hát azt akartam, hogy napotok. Én, te, ő. Meg. De jó, így a jó, így ez az már egyedik. Így marad. Jó. Milyen napozik van. Szóval vannak ilyen csalások. Ne nyerjetek, ne nyomjatok rá, mert elviszik a kocsit, lovat, érted? Szemét gecik, úgyhogy NFT-s játék telefonon elérhető, mondjuk, igen, de ezt elmondjuk a videóban, srácok, nézzétek meg, akit érdekel, ott van a YouTube videó, tegnap ment ki, minden információ ott van benne, és utána fölléptek arra a Discordra, és ott minden készségesen segítenek nektek, most lehet, hogy le vannak terhelve, de türelemmel sorra kerültök ti is, úgyhogy milyen napozik van. Ott van valaki, lehet rögzíteni, kéne tudod rögzíteni? Aha. Csak azért, hogyha megelőzzük a sok kérdést, ott meg tudjátok nézni. Úgyhogy
Úgyhogy szegény nagypapa, akit kitámasztottak Írországba. Én tényleg nem tudom elképzelni. Most viszont láttam ezt a, hogy Magyarországon is csinálnak ilyen Squid Game-et. Így van, így van, így van, így van. Én, az is itt van akkor nálam. Akkor nem, ja, ja, ja. Nem, majd nyugodtan beszéltünk. Most mit hallottál róla? 25 millió. Jó, hát haza is mehetünk, nem Joker-ra. Menjetek a picsába. Sziasztok! Szóval 25 milliót lehet nyerni, you know? 25 millió forintot ajánlanak a győztesnek. Na jó, de ebből adózni kell? Na, ez, az ez adómentes. Várj már, bazd meg! Ez nem 25 év alatt? 25 év alatt van adókedvezmény? Hát eszi a, eszi a. Mire? Hát most nem tudtad az új törvény, hogy 25 év alatt nem adózol. Hát nem, eszi. Jó, ez már rád nem tartozik, mert én szar vagy. Eszi át nem kell fizetni, de hát ezt... És ez nem elég neked? Neked jó az. De hogy ne lenne elég? De hát nincs miután fizetni. De elmész, megnyered nekünk, bazd meg, és nem adózol. Elmész, megnyered, és nem adózol. Na, jó. Én benevezlek rá. Ja, nem szabad mondani, de adózunk. Bocsánat, de ő nem. Eszi át nem fizetek. Adózunk. Kétszer is mindenből. De ezt ki csinálja? December 30-án... Van ilyen, van ember megnevezve, aki csinálja, ez a Friedrichus Sanyi bácsi, vagy valaki? Hát azt nem nevezték meg egyébként. És vajon mi történik? Tehát, hogy nyilván nem halsz meg. Akkor kiesel, mint egy cégforról? Kiesés után egy kellemetlen feladatot kell végrehajtaniuk, akik kiestek. Nem tudom, mi az a kellemetlen, ez volt leírva, egy kellemetlen feladat. Sántalók a szökkenésbe kell hazamenni a Blahától. Uborkánkulás seggel. Pécelik az a sétálsz törpébe. Nem tudom, egy esernyőt húznak így itt van seggedből. Állítólag 3 hetes lesz. 3 hetes? Igen. És online lehet majd követni a játékokat. Bent lakál, tényleg? Uh-huh. Úristen, az mekkorát fog menni, bazd meg. De biztos valami fizetett csatornán, nem? Nem tudom. Hát, ha Berki csinálja, akkor biztos. Lehet, hogy nekünk is kéne csinálni egy ilyet. Mármint, hogy Squid Game-et vagy? Behúzunk egy szponzort. Kellemetlen játékokat. Mindent is. Behúzunk egy szponzit, összekapálunk 25 gurigát. Igen. És utána lesz... Várjál, nézem a ciprusi repülőt. Utána lesztrímelnéd az egészet 0-24-be, mint egy való világ. De a kuffantás nincsen. Mondjuk lehet, hogy az, ha van, akkor még jobb, nem? Duplázódik a nézőszám. Több platformon. Vagy lehet, hogy nézi sötétbe a kamerát a fal, te meg ott tapsolsz. Megmondod, nagyon durva események történtek a villában. Amúgy az ekkora hely volt. Oda jövök piros tenyéret. Kifingott, akinek pirosat tenni. De nem, ez tök jó lenne. De mennyi ilyen fake streamet lehetne csinálni, nem? Ja. És tapsolsz tényleg, és ott 10 év van. Igen. Pazzeg. Csak hát nem tudom, most 25 millió, ugye volt a, nem Beastmaster, hogy hívják a faszit? Mr. Beast. Csinálta ezt a izét. Hát az ugye hány 2 millió dollár volt a fődíj, vagy valami ilyesmi? 1-2 millió? Nem tudom. Nem tudom, de ő szponzor... Most erről beszéltünk, nem akarok hülyeséget mondani. Valaki mondta, hogy be szponzorokkal csinálta. Igen, igen, valami... 200 millióan látták azt a videót, amit ők forgattak erről a Squid Game-ről. Mert az például faszán meg volt csinálva. Mi lehet ott a YouTube bevétel, nem egy... Biztos, hogy beraktam. Van egy ilyen rész, ahol be tud rakni a reklámokat, tudod. Van, akinek teljes sárga csík az a rész. Televágtam minden 2 percben egy reklám. Azok a reklámok jók, amiket még át se tudsz ugrani. Amik rád forszolják. De azt egyébként azt is beállítják. Tehát neked kell kipipálni, hogy nem átugorható reklámok. Én is mindig kipipálom. Biztos, hogy te tudod ezt beállítani? Aha. Mert vannak a kormányreklámok, és van egy bizonyos kormányreklám, amit egyik oldalon se tudsz átugrani. Hát lehet, hogy van ilyen. Tehát így is, ha... De a másik oldalt át tudod ugrani bármikor? Nem azt állítod be, hogy te elnyomod, hanem hogy lehetőséget adsz rá, hogy legyenek olyan reklámok, hogy ne lehessen elnyomni. Igen, de pont ez az, hogy azok a bizonyos reklámok, egyoldalú reklámok, tehát azon az egy oldalon sosem átugorható a YouTube-on. Ezt a reklám elkészítője, meg a megrendelője mondja, hogy ez egy nem átugorható reklám legyen, de az, hogy ez lemehessen a te csatornádon, az te járulsz hozzá. Érted? Értem. Úgyhogy, de szerintem ezzel mindenki él. Nem fussa a prémiumra a fizetésedből, Joker, most azt tudod mondani? Nem, nekem nincs. Céges kártyával kéne venni? Nincsen céges kártya, buzik, álljatok már le. Hát de bejön az NFT, meg minden, akkor biztos lesz. Akkor majd én hívlak meg téged egy körre. Adblock és pápája. Jó van, Sanyi, szégyed el magad, fia. Tolvaj. Meglopod a... Hülye, meglopod. Mit mondtál, nem hallottam most? Nem mondtam semmit. Ez is Sanyi már itt írt, hogy szívem kettő. Nem mondtam semmit. Egy másik hír van még Írországból. Képzétek el, hogy Írországban felemelték január 4 óta tilos a söröket és a borokat akciós és promóciós áron árulni. Tehát nem csinálhatsz akciót a sörből és borból úgy, mint itthon. És
ez akkora felháborodást keltett ott, ugye, meséltem arra, hogy mennyire szeretnek inni ott az emberek, akkora felháborodást keltett ott, hogy egy 47 éves férfi január 3-án elment egy shopping centerbe, és ebben a shopping centerben több mint 300 doboz német pilsent és 100 üveg francia lágert vett magának, 350 euróért, és emellé még vett magának 70 üveg bort. Az igen. Azért, mikor drágul az üzemanyag, ő is betankol. Tankolni kell, pánik van, ki tudja. Azt mondta, ő azt állította a riportban, megriportolták, hogy ő amúgy nem iszik. Amúgy befektetésnek is jó. De azt mondta, hogy felháborítónak tartja, mert hogy ugye kiszámolta azt, hogy 25 helyett most majd 45 euróba fog kerülni egy-két pak sör magának, amit esetleg megvesz egy héten. Ugye ott vannak hatosak, általában a több a hatos, meg a 20-as pakka menő még, meg a hatosból szoktunk venni, és hát én már nem. Én amúgy se vettem, de a hatos pak, nem, én a sört amúgy alapból nem szeretem, de a hatos meg a 20-as pak volt, ez a 25 euró környékén, és most 45, tehát majdnem szinte a duplájára emelkedik, és ezért vásárolt. Az mondjuk elég meredek, bazd meg. Tehát nem a promóciós áron semmi akciót nem rakhatnak rá, és ugye meg van határozva a minimum ára ennek az alkoholnak ott. Kíváncsi vagyok, hogy milyen sírások mehetnek. De nem tudom, hogy miért probléma. Tehát ahol az alkohol van ebben a fókuszban, ott azért jó világ van. De ugye én meséltem azt is, hogy ott ugye szabályozó vannak ezek a dolgok, hogy este reggel 11-től este 9-ig vásárolhatsz csak alkoholt, és utána, ha ugye ezt nem sikerül beszerezni, nyilván természetesen a szórakozóiken ugyanúgy megkapod, ezt csak dupláron. De ilyen nálunk is volt. Van, hasonló, igen. Tehát ugye én is elmegyek a tacskóba, itt Segrecembe, érted, akkor 11 után volt, hogy vagy nem lehet alkoholt venni, vagy kell a személyigazolvány, meg ilyenek. Nem tudod venni? Nem. Tehát én emlékszem olyanra, amikor nem adták oda az alkoholt. Nekem is volt. Mondjuk nekem Pesten ilyen kisboltban, hogy 10 után nem szolgálsz. Ja, 10 vagy 11 után mehetsz a levegőbe. De ez nem egy régi törvény? Nem, hát nem tudom, ez nem van régi. Jó, de ha itt kinyit egy-egy éve. Ha itt kinyit egy bolt, egy áruház. A Károly Robi nézni. Vagy bolt egy áruház, kinyit, oda bemész. Reggel is van, megveted, amit szeretnél. De itt nem, mert itt is úgy kinyitnak az áruházak, mit tudom én, 8 órakor, és nem, törvényileg nem veted meg, csak 11-től. Itt is van ilyen. Ott van, Tesco-ban nem lehet 10 után venni. De egyáltalán itthon? Nem is. Aha. Ez itthon, aha. Itt én is, de velem is volt ilyen. De hogy ez mitől? Gondolom, szabályozni szeretném. Ne örjöngjenek az utcán 11-kor, vagy mi? Igen. Meg hogy ne támogassák a közterületi alkoholfogyasztást. De figyelj, közterületi alkoholfogyasztás, ez olyan, hogy amikor én fiatalabb voltam, nyilván mi is ittunk közterületen, és este 6 órakor lementünk, és már ott volt nálunk, szóval de úgy vettük például meg, hogy elég legyen egész este. Hát például fölkészültek voltak. Igen. De például Amerikában is izébe papírzacskóban kell inni. Hát ott, de itt igen. Nem. Meg van, ahol nem is lehet utcán inni, van olyan állam, vagy tartó, vagy nem tudom pontosan. De tudod, hogy nálunk se lehet. Utcán nem lehet inni. Mi múltkor nem is tudom, hol voltunk, valahol mentünk, valami Pesten lehet, nem, Anti? Pest, nem is. Valahol a főutca környékén Pesten mentünk, lehet inni, van valami rendőrség, vagy nem is tudom, vagy lehet, hogy ott van a Gyorskocsi utca, az volt. Azt mentünk egy-egy sörre, oda jön a rendőr, hogy fiúk, létszi, nem áll. Mondom, mit? Hát, hogy az utcán nem lehet inni. Ja, mondom, bocs, csak hogy gyorsan megittuk, azt kidobtuk. Jó fej volt, de mondta, hogy egyébként az utcán nem lehet már inni. Beszarok. De ez nem minden régióra jellemző, mert például Miskolcon... Az este, hogy valami beszélgetni akart valakivel, bazdmeg. Miskolcon például sehol nem tudsz azt hiszem inni, nem megengedett közterületen való alkoholfogyasztás, de Pesten, én ha jól tudom, ott vannak terek, ahol nem szólnak rád. Például az egyik nagyobb téren, ahol elég sok fiatal szakott, az a Deák tér. Én úgy tudom, hogy ott nem szólnak azért, hogy kiülsz a térre is, megiszol a barátaiddal egy-két dobos sört. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez hogy van törvényileg, vagy ilyesmi. Egyébként igen, hát a Deákon ott orba szájba nyomják. És ott nem jön oda is szólnak rád, mert ott szerintem pont meg van engedve. Lehet. Biztos, hogy vannak ilyen pontok. Részek. És ez szerintem városonként változik, ez az alkoholfogyasztás, hogy hol tudsz alkoholfogyasztani. Lehet, hogy csak lazán kezelik, azt írják itt többen egyébként, hogy a törvényileg úgy vagy nem ihatsz. De nincs valami ott olyan tényleg, hogy ott a Deákon az valami magánterület lenne az a rész? Persze, megvettem. De nem, tényleg tudjátok, lenn van a izé, az akvárium, és fölötte az lehet, hogy magánterület? Nem kizárt egyébként, hogy pont azért? Nem tudom. De az akvárium az lent van, ugye alatta. Deákon, igen, csak fölötte van. Deákon nem csak isznak. Hát mi mit csinálnak? Basznak. Basznak is? Úristen. Mikor megyünk oda? De igen, most írják, hogy Deák magánterületnek minősül. Akkor azért nem. De az most is egy... Az, oké.
magánterületnek minősül, de végig is azért ott megfordul százak, egymire emberek átgyalogolnak, átsétálnak rajta. Mi a különbség akkor? Miért nincs elkerítve körbe a magánterület? Hát ezek már olyan kérdések, amire sose kapok választ. Miért nem ütik ki a kezedből a piacon? Miért nem ütik ki? Miért nem verekedek egy jót már végre ott? Meg ha nagyanyámnak tökély lennének, akkor ő lenne a nagyapám. Igen. Ha szakállas is lenne. Volt téma, ugye karácsony előtt a koreai, ugye, dolog. Erre emlékszel szerintem, beszélgettünk Koreáról. Hogy? Mit? Ugye, hogy hogyan élnek ott az emberek, ja, milyen népakítás van, ugye mit kell átélni egy kóreai embernek. Valaki azt írta, Isten, figyelj, összejöttetek. Elég forró, ott a hangulat. Szexo. Egy aranyos felekpár. De áll meg V7 van, én csak úgy mentem. Oda nézd. Ez nagyon jó, én sem tudom megmutatni, azt hittem, hogy így megmutatom, de hát Isten meg tudjátok nézni. Bocs. Szóval van egy új kórai dolog, hogy kórában megmutatik a lányokat, ha teherbe esnek, ha szexről, és a szexről beszélni is tilos, és tabu téma az országban a nem élet. Most hozták be. Hol? Koreában? Aha. De gondolom, ez Észak-Korea. Észak-Korea, így van, Észak-Koreában. Teherbe esnek, akkor jön egy bírság, vagy mi? Úgy van, hogy semmilyen szexuális felvilágosítást nem kapnak a fiatalok Észak-Koreában. Tehát ezért ez már egy probléma is szerintem. De, és csak a gyermeknevelést tanítják az iskolában. Borzasztó életszerűtlen. Tehát el tudod képzelni azt, hogy van egy anya, meg egy lánya Észak-Koreában. És amikor nincs ott senki, akkor nem... Tehát, hogy tényleg így történhet az élet, mint ahogy elő van írva, hogy nem mondja senki azt, hogy ez a hőrcsökfőjű egy büdös geci, hanem tényleg kijárnak és sírnak a réten, vagy ott a téren, ugye leborulva sírnak, meg ilyenek. Ezt nem tudom elhinni, bazzik, hogy ezt komolyan gondolják. Ez biztos csak a látszat. Tehát van olyan otthon, aki egy anya a lányával beszélget, hogy figyelj, ez egy fasz, és így néz ki, és bele tudsz csücsülni. Érted? Szóval, hogy annyira életszerűtlen, nem? Tehát biztos van ilyen. Figyelj, nem, állítólag a felnőttek sem igazán beszélnek ott erről a szexualitásról. És nem annyira tudom. Tudatlanok egyébként, hogy itt van egy olyan, hogy spirált ismerik csak, mint fogamzásgátlást egyébként. És neked is fel. Abba csak a csítaszos spirált ismerem. Azért is, mert és azért figyeltek, hogy az összefüggés szerintem. Ez más tuki csapos. Szufogat rába, bacsák. Bocsánat, igen, jó kérdés. Szóval az óvszert is tökre nehéz beszerezni ott náluk. Olyannyira, hogy nagyon sok ember nem is találkozik vele. Annyira nem, hogy van egy, hogy középiskolában a gyerekek lufiként fújtak fel egyet, és a tanárnő pedig látszott, egyáltalán nem tudta, hogy ez valójában mi lehet, és játszottak vele, dobálták egymásnak. Furcsa. Ennyire nem ismerik, és ezért van csak felvilágosítás ott náluk, mint gyereknevelést tanítanak nekik. Hogyan nevelt fel a gyerekedet? Egyébként én nem tartom ezt kizár dolognak, hogy tényleg ennyire felvilágosulatlanok az emberek, vagy szexuális téren csak akkor szexelnek, amikor a férfi akarja, vagy bármilyen kapcsolatot létesítenek. Abból kiindulva, hogy vannak azok a közel-keleti országok, most például Törökországot fogom megemlíteni, ahol egyébként valójában a nők, de az arab országokban is sajnos így van, a nőknek tényleg az a feladatuk, hogy gyereket szüljenek és gondoskodjanak a férfiről. Egyébként se szavazati joguk nincsen, semmi olyan joguk nincsen beleszólni. De ez a nagy hol van ez? Ez Törökország például. Van egy olyan sztori a Törökországról, olvastam, amit egy olyan személy, már bocsánat, csak egy olyan személy mesélt nekem, akinek van egy török barátnője. És ő mesélte, hogy ő annó elment Törökországból, elmenekült, mert rájött arra, hogy a vallás, meg amit ő képvisel ott, amit ők képviselnek maguk, az, hogy neki nincs beleszólási joga, se egy szavazati joga nincsen az országban, ez őt mélységesen felháborította, és ő rájött arra, hogy bullshit az egész vallása. Mert ugye náluk Allah van, és azt mondta, hogy ő ebből nem kér. Eljött, ugye haragudott rá a család. Az igen? A baj, tudod, attól félek, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést, akkor egy narancssárga kezes lábasok következik 2 hónap múlva. Hát szarni. Vagy pont néztem egy dokumentumfilmet erről, 3-4 fiatalról szól. Fú, azok nagyon meredek voltam, tényleg alig bírtam aludni, tök valid felvételek, minden van, 4 fiatal, aki föllázott ez az egész ellen, és üldözik őket az egész világon. De olyan dolgok, amik mennek keresztül, bazik, hogy végignézik azt, hogy a családjában mi történt. Uh-huh. Nyilván nem biztos, hogy jó dolgok. Ez nagyon meredek. Szóval igen, ott azért van baj.
biztos. Igen, itt is van. Nem és, kevés. És ugye azt elmondta még, annyit akartam erről mondani, hogy elmondta azt, hogy régen felállítottak egy szobrot Törökországba. A nők egyenjogúsága miatt történt ez meg. Meddig legyen, állt? 15 perc? Figyelj, nem, általában nem sokáig állt, mert a saját miniszterelnökük jelentette azt ki, hogy ezt a szobrot azért kell ledönteni, mert ezt nem szabad ünnepelni. És vannak sokkal fontosabb dolgok, amit ünnepelni kell, de ez nem méltó egy ünnepre, hogy a nők egyenjogúságát ünnepeljék. És ehhez még annyit mondott el ez a illető, hogy ott például, ha megerőszakolnak egy nőt ebben az országban, akkor igazából a férfiaknak a büntetése az nagyon minimális, egyáltalán ha kapnak büntetést érte. Igen, ott vannak ilyen és ez csak egy ország. De egyébként tehát, hogy egy csomó olyan kultúra van a mai napig, ahol, mit tudom én, a nők nem esznek egy asztalnál. Abszolút nem. Azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondani, de a romáknál is van ilyen. Van. Hogy nem esznek, és nem esznek egy asztalnál, meg hát kicsit másképp vannak kezelve, mint ahogy kellene nálunk, lenni, igen. Tehát a normák azok mindenhol másak, és van, aki ezt el is fogadja, és van, aki ebben él, érted? Szóval jó, persze, neki ez a természetes, pont én valamelyik nap láttam egy fiatal roma lányjal beszélgettek, és azt mondta, hogy ő nem is akar ezen változtatni, mert ő így érzi jól magát. Most nyilván itt, tehát a romáknak azt hiszem nincsenek ilyen szélsőséges dolgok, de például az, hogy ő neki ki kell szolgálni a férfit. Nem mondom, hogy ez jó, ezt mindenki döntse el maga, de hát ha most például ő azt mondja, hogy ezen nem is akar változtatni, akkor tehát, hogy gondolom ott is van ilyen, aki azt mondja, hogy neki ez így jó, érted? Meg azt hiszem, nekik lehet 85 feleség, de 4 biztos, érted? Igen. Nem tudom azt a pillanatot elképzelni, amikor én az ő helyükben azt mondanám, hogy én jó érzem így magam, de van, aki azt mondja, érted? Szóval ezt el kell fogadni, mert van, akinek ez a norma. Itt ugye az észak-koreai hírhez kapcsolva, itt megkérdeztek valakit, aki erről egyébként mesélt, hogy mi ez az új dolog, ez egy észak-koreai, tehát sikerült megmenekülni onnan, és ő mondta azt, hogy egészen addig nem hallott az óvszerről, amíg el nem költözött Koreából, észak-koreából, valahogy sikerült megmenekülni. Szóval nekem egy kicsit azért, mennyien élhetnek ott? Tehát, hogy nem, az ember önmagában is rá tud arra jönni, szerintem, hogy valami nem jól működik, és mennyi idő lenne, hogy egy diktatúrát ledönteni? Jó, most oké, belemegyünk itt ezekbe a nagyon-nagyon mély kérdésekbe, de tényleg, ha több millió ember összefog, és ő akarja, 78 millió. 25,78 millió ember lakik ott tudatlanul. Figyelj, szerintem alapvetően az emberi természet olyan, hogy... Tűr? Nem tűr, hanem nagyon kézsíkon gondolkodik. Az először is fókuszba helyezi saját magát, az ént, érted? És hogy ez neki jó, vagy nem? Nem, hanem most él, mondjuk én Észak-Koreában élek, egy hétköznapi gondolkodású, kicsit ilyen befásult karakter vagyok, és azt mondom, hogy nézem a tévében, hogy megnyertük a VB-t, legyőztük Amerikát a háborúban, és ez büszkeséggel tölt el, és én észak-koreai vagyok, érted? És ez tökre előre tudja vinni, meg görgetni maga előtt azt, hogy úristen, mekkora királyok vagyunk. És közben kijön a dagadt hörcsög az erkélyre, széttárja az denevérbőrös hónajú szárnyait, és azt mondja, hogy mi vagyunk a királyok, és de holnaptól viszont nem hordhatsz bőrcsekit, nem mosolyoghatsz és nem baszhatsz, érted? És akkor azt mondod magadban, hogy hát jó van. Ezek az emberek szerintem nem hiszem, hogy túl gondolják. Van egy réteg biztos, aki azt mondja. Mert el vannak butítva, igen, pont ez az, igen. Hogy el vannak a propaganda butítva. Folyik, érted? De azért valamikor... Tehát de biztos van egy olyan réteg... Öntudatra is ébredhet már. Azt nem tudom elhinni, hogy nem beszélgetnek erről. Tehát biztos van egy olyan réteg, aki azt mondja, hogy úristen, ez egy büdös geci, vagy mit tudom én. És közben meg kimegy a térre és hajbókol. Ebben biztos hát igen, mert pont ezt mondtam az előbb, hogy nem tudom elhinni, hogy nincs egy ilyen. Tehát, hogy egy anya és egy lánya otthon van, aki a legfontosabb a gyerek, a szeretet van köztük, közvetlen a kapcsolat, stb. Tehát, ami nem kamerák és a világ előtt folyik, biztos ők benne, hogy mondja, hogy úristen, lehet kurgyelni, meg mit tudom én, érted? Tehát maga a felvilágosítás, nem tudom elképzelni, hogy egy anya-lánya között egy rendszer, vagy egy harmadik ember, vagy egy város, vagy bármilyen földrajzi hely miatt nem történik meg, de lehet, hogy én vagyok a hülye. Szóval lehet, hogy tényleg van olyan, aki annyira szereti a dagadtat, hogy otthon is, zárt ajtók mögött is betartják ezeket a szabályokat. Nem tudom, érdekes amúgy.
én el tudom azért képzelni azt, hogy a rendszer által is ők annyira konzervatívak, hogy tényleg beszélni nem csak az, hogy nem mernek róla, de szerintem valahol egy picit, mint a régi világban, tudod, azért nem nagyon beszélgettek ezekről a szexuális dolgokról, nem voltak annyira nyíltak az emberek, és szerintem ők valahol megragadtak itt, hogy beszélni róla lehet, hogy inkább kellemetlen nekik, és pont ezért, meg nem is foglalkoznak vele, mert mivel tényleg arra tanítják őket, hogy gyereknevelés, és ezt egy természetes folyamatnak, meg most abban gondolj bele, hogy ha a dagat kiválaszt egy nőt, és ő meg akarja baszni, akkor azt megteszi. Persze. Jaj. De más ezt nem teheti meg, vagy csak az a réteg. Mi ez az igazságtalanság? A kurva életben nem baszhatnak. Értitek, nincs szex. Úgyhogy... Szóval... Érdekes, de egyébként régebben is, mondjuk egy 3-4 generációt visszamegyünk az időben, például emlékszem, hogy az én nagyapám a dédszüleimet magázta. Igen. Tehát ott is egyébként. De... Én csókolomat köszöntem a nagymamámnak. Tényleg? Amúgy nagyon sokáig. A nagymamám egyébként nekem sosem várta el, hogy magázódjunk. Annyit mondott, hogy amikor mondta, hogy köszönsz nekem unokámat, csak annyit mondja, hogy csókolom, Nagyi. De hogy legalább a tisztelet maradjon meg, de ő nem, alapvetően nem várta el, de ennyi. Viszont... És utána elővette a bőrlétcsapot. Szétbaszta a fejem. De másokat viszont azt hallottam, hogy csókolom, Nagyi, hogy tetszik lenni, hozzok magának valamit, magácskának? Ja, nem kell. És hallottam, hogy oda visszament a magázóra. Uh-huh. Szóval ez fura volt. Nekem fura volt, mert hogy nekem én abszolút nem így nőttem fel. Viszont másik oldalt hallottam, ugyanígy. Magázni kellett. Mondjuk benne maradtak ebben nagyon. Ja, én csak ezt tudom elképzelni, hogy ők is ugyanígy megmaradtak a maguk konzervatív világában. Itt is van, hogy kiválasztasz egy nőt, csak hát fizetni kell utána. Igen, valaki írja ezt egyébként. Igen. Ez mindenhol igaz. Ez a Jokernek is fizetni kell, de nem is baszol. De ez van. az nem volt benne a szerződési feltételekben még. Nem. Az apró betűt nem olvassad. Ja, úgyhogy. Az nem volt benne. És most egy... Van egy másik olyan, amit olvastam, hogy képzétek el, hogy Ferenc pápa kiugrott a Vatikánból. De kedden este, Rómában, a belvárosban, egy lemezboltba, mert ő lemez, CD-t akart hallgatni, képzeljétek el. Leugrott egy Fiat 500-assal. Nehogy véletlen az XX. A Vatikáni járat. Ez politikával össze volt csupa, tudod. Igen. Általában mióta felszentelték Ferenc pápát, azóta nem ugrott le. Na. Azóta nem ugrott le a boltba. Szegény. De most gondolt egyet, beült az 500-as, és rendőri kísérettel megérkezett abba a boltba, ahol egyébként nagyon sokat. Rendőri kísérettel a bolt. Az igen. Van élete amúgy. De ott sem vette meg, mert hát... Drága volt? Nem, ajándékba kapta, bazd meg. A kurva életbe. De várjátok egyébként, ilyenkor mi van? Van a zsebébe egy kis pénz, vagy van egy ilyen vatikáni kártya? Szerintem azért... Egy van egy patina. Ja, tudtam, van egy ilyen arany céges. Nem domborgyomat. És rá van írva, hogy Jesus. És amikor odaírtad a kártyát, akkor... És mi van, ha úgy lép ki, hogy azt mondja, hogy az Isten fizesse meg. Ja, Bazzunk megint itt van. Pápa, nagy minusz. Tudod, ez érik, púpa. Vigyázzatok, dugjátok el az árut! Igen. Kinézz az ablakon, mert bocs, pont bezártuk. A bevásárló kosa. Nem lesz elég, bazzunk. Istenem. Szóval ő leugrott, és megvette az ő lemezét, amit régen is szeretett. Általában klasszikus vásárolt, mert hogy az ő egyik személyes. Jó neki. Jó a klasszikus. A klasszikus. Hát ő is ugyanolyan ember végül is, ez most nem is egy nagy dolog. Ha persze. Lehet az Amazon többet jár oda, mint nem tudom, vagy nem tudom, van-e Vatikánban Amazon. Hát ugyanúgy rendelgethetik a cuccot. Biztos. De le tudjuk, hogy nem mi. Nem hiszem, hogy ő is csak izénél vízen meg kenyéren, meg a izét Bibliát olvasgatja egész nap. Volt egy TikTok videó, és ez most egy kicsit ez egy ez másik. Ez a pápa? Jó? Ez nem a pápa. Ja, nem? Nagyon elkaptak. Valaki beleszart a magzat vizembe. Tessék, mindig ez a szar. A múltkor bezeg a izébe szartam bele. Mindig beleszarnak valami ezek a bocsikok. Állítólag a csecsemők ugye magzatkorban nem ürítenek. Igaz? Csak utána, amikor megszülettek. Ez egy természetes folyamat. De sajnos ez a csecsemő... De ez nem így van. Nem? Nem, hát azt hiszem nem. Tehát, hogy miután a születés után van ott ilyen mélepény, meg ilyesmi. De igen. De szóval valami történik. Konkrétan az történt. De hogy... van egy szülészorvos, és jöttem, sziasztok. Valaki tudja. Postak a babák. Én úgy tudtam, hogy a születés után történik ez meg, mert ott konkrétan az történt,
hogy ez a kisbaba, ez konkrétan belefosott az anyja gyomrába, és kijött ő, aztán kijött a trutyi vele együtt. Tehát, és ezt tudták, hogy ez az. Ezt egy TikTok videóba közöltik le. Ez a hölgy egyébként, az arról híres a TikTokon, hogy állítólag hasonlít Marilyn Monroe-ra. Jó neki. Itt valaki beleszart az alma közepébe. Alma közepébe. Múltkor jászol, most okay. Magzatvíz. Jászolva a magzatvíz. Milyen? Volt az a csávó, aki 12 évig beleszart a golfpálya lyukaiba éjszakánként, minden este 12 éven keresztül. Hihetetlen. Hát mi pajik? Mi jöhet még? Mi jöhet még? Kérem szépen, mindenbe beleszarnak az emberek. De én úgy tudom, hogy a babák azok végzik a dolgukat egyébként terhesség alatt, nem tudom pontosan, hogy milyen formában. De ott a magzatvíz távozik ki, meg ugye a mélylepény is, de itt konkrétan állítólag a magzatvíz az ott saras egy, volt. Egy 45 centis vímes doboz ott volt. A saras volt a magzatvíz, érted? Szóval, igen, ez azért ott le is közölte a hölgy, hogy egyébként mindenki rendben van. Mindenki... Szóval most is eltették emlékbe. Minden megmaradt. Ez volt az első szar. Ezt engedték. Hát, hogy tényleg. Üvegbe zárta vajon is eladta? Megvennéd? Márja, most itt írják, hogy a babák nem kakilnak. Azért nem. Valaki. Én is ezt tudtam. De Gábor ez egy hazudós, látszik a fején. Azért, mert azt mondta, hogy... Ez egy hazudós. Hogy nem kakálnak be a vízbe? Állítólag. Nézem közben. Írják itt amúgy? Nem jött megfejtés. Gábor írta, de ő nem bízok benne. Neki ilyen lapot. De Mónika írta, hogy a magzatburokba esetleg igen, belekerülhet a széklet, de általában a terhesség végén előfordulhat, nagy esélye tüdőgyulladást okozhat. Bazd meg. Mi, hogy rámegy a tüdődre a fos? Igen. Neked? Fú, de durva. Beleslukkol egyet, csorol. Ez nem szép dolog. Kislukkol bele. Bazd meg. Valaki ezt ír, hogy szarikapúja az anyjába is. Jézusom! Jöngyezik! Vagytok. Ápoló vagyok, és ezt tanultam. Gábor, neked hazudtak. Szégyen vagy. Ápoló. Olvastam egy témát egyébként, aki feldobta, hogy ugye most itt van az, van egy ilyen kérdés a nagyvilágban, hogy vajon megnyerték-e az ötös lottót. Hogy ez tényleg igaz, vagy kamu? Ugye sosem tudod azt, hogy itt most bedobnak egy ilyet a mélyvízbe, hogy wow, valaki megnyerte, mit tudom én, Jászapátfalván, érted? És hogy szerint, hogy mindenki ott figyelhet, nem? Jászapátfalván. Te vagy igen? Gyanúsan, geci. Te voltál? Te húzdak a párzsíjba, többet vettünk, köcsög! Hó végén, kenyér? A Jóska úgy csepel egyet. Nekem fix infóm, mert szombat este telefonált a Zsüzi, hogy képzeljen, mi történt. A szerencse szombaton. Ma már nem lenne podcast. Rácsok elmarad. Aló, faszt egyébként. Lenne szerintem. Vajon tényleg kamu? Vagy hát, megnyerhetik ezt? Nem, valószínűleg nem lenne. Nem kamu. Nem? Azért én nem szarakodnának szerintem. De most mi a kérdés, hogy mi a kamu? Az, hogy azt tették fel, hogy szerintünk ez most vajon tényleg megnyerték, vagy kamu az egész? Ezt kérdezték tőlünk. De hogy rigged-e maga a izé, vagy hogy ott nyerték-e meg ez a kérdés? Én szerintem arra gondolt, hogy tényleg megnyerik-e ezt. Ezt az egészet, vagy csak kitalálják, mint hogy elvitték a pénzt, és nincsen, és az egész ja, értem. A villanyszerelőnek a zsebében landol. Nem. Figyelj, szerintem ezt megnyerik. Biztos vagyok benne, hogy megnyerik. Igen, láttam én is ilyet, hogy valaki azt mondja, hogy izé kamu az egész, meg ilyenek, de szerintem ezt nem lehetne így csinálni. Hogy... Igen, meg most 3-4 hónapot összegyűlik 2-3 milliárd forint, akkor az 3-4 hónap után kiszórják, de a köztes időben annyi pénzt szedtek be a szelvényekkel, meg mindennel, hogy megéri nekik, meg azért mi, nem tudom, nektek is biztos így szegről, végről valahogy hallottátok, hogy ez megnyerte, most nem az ötös, de nyert, mit tudom én, Jokert, vagy mármint, hogy a... Nem engem. Egyszer így nyertem. Szart. Én nyertem 220 ezer forintot. A lotton? Na látod. A skandinávon, ahol 7 számot kell eltalálni, és 6-ot találta be. Az szép azért, az sem rossz. Faszom, majdnem eldurrant. És ráadásul online tettem meg ezt a lottószelvényt, és kiírta, hogy nagy nyeremény. Igen. Azt hittem, hogy hátra lehet dőlni, most már. Nem tudtam, hogy mennyit fizet a 6 találat. Azt hittem, hogy úgy van, mint az ötösnél. Ez egy pár misibe ugrik, tudod. Aló, faszt, 220 ezer. Na majdnem írtad ki a csetre, hogy srácok. Elmaradok a Steve-ben, köszönjük. Odaig írtad, hogy elmarad. Ja, az bemegyek a lottozom, és ki kell tölteni egy papírt.
amit nagyon titkosan kezeltek le, blomba, izé, faszom. De gondolom, azut adókateles is majd ez a pénz, hogy utasból tudsz visszaadni. Vagy csak egy bizonyos összegtől. Nem, ez amit ki megkapsz, az már adózott. Te nem kérdezték, hogy 20-asból tudsz-e visszaadni a nagypapát? Akkor várjál már, ha az a nyereményed az adózott, akkor az is adózott pénz, amit abból valóban kiírnak, hogy 3.426.226. Hát ezt pontosan nem tudom. Hogy ezt az is vajon adózott, mert az amúgy az elég jó. De én úgy hallom. Ne arra, egyébként a NAV-nak dolgozol? Van kérdéseket teszem fel, mert az adózás közben. Előként volt egy húzogatta a fiókokat. Nézd a könyvelés, figyelj. Igen, itt kimaradt, úgy látom, hogy van ez, Zsizi, gyere csak. Jelenlétív, megvan minden. Úgyhogy jó. Meg hát az kifejezetten pluszba így tartja az emberekbe azt a lelkesedést, hogy tényleg hallod innen onnan, hogy az is megnyerte, ú, akkor nekem is van rá esélyem. Azért nem hiszem el, hogy ez rigged. Ne, szerintem biztos, hogy nem rigged. Biztos, hogy... Na, Euromillions kell játszani, azért az odapirít. Hát... Ott bedurran a 2 millió euróba. Valami magyar távon megnyerte, nem? Az elmúlt egy évben valaki megnyerte Magyarországon. A Euromillions? Aha, igen. Tényleg? Eurojackpot. Én franciáról hallottam, hogy francia. Nem, egy magyar, de lehet, hogy nem, tehát hogy 2 éven belül megnyerte valaki, mert de lehet, nem látta. Is ember volt. Lehet amúgy. De nem mindegy. Ki. Nem. Csak basztatjuk itt az embereket az országba, hogy gazdagodnak. Küldjük a donate linket, bazint, de semmi. Érted. Valaki egy év alatt keres 200-300 milliárdot, azt lehet, hogy lottó nyerte. Nem? Hát ennyi. Ennyi. Innen is üzenünk. A kurva anyátokat kell komolyan bazdik. Fejezítjük fel be! Ez is hihetetlen. Hogy a Dante, hogy megbeszéltük. Mi lesz itt holnap? Lőrizte költözve jössz? Viselkedjél be! Holnál lőrinc. Istenem. Szia Lőle, ha látod ezt a streamet, akkor nem tudunk, tudod, nem tudunk, keresd meg. Nem tudunk pártatlanok maradni. Én kiadom a személy, nyugodtan jöhetek, megy a személyigazolvány, minden. Istenem. Amúgy vannak tök jó vállalkozások itt. Extra valaki... százszor, mit valamit kisorsoltak a múlt héten, az Euromillions. Úristen, mit nyögnek itt? Milyen pornolet van. Kéne vágni, lehetne donate hang. Valaki írta, hogy most is kisorsoltak valami 100 milliót. Hol? A Euromillions, vagy mi a faszom? Az mi shit? Az sem. Nem tudom, hogy euróbe. Az sem biztos nem. Vajon adókötelese? Igen. Ez egy nagyon jó kérdés. Adózol-e az Unióban, ha magyar állampolgár vagy? Nyilván biztos, de el tudsz bújni. El tudsz bújni. Vége van a podcast? Nem, pont azt akartam azt mondani, hittem. Hogy valaki kitalált egy vállalkozást. Jó, a lájkot meg kell COVID-ba. Nyomni. Nézzük, a nagy COVID-ba. Már egy picit, mert most lelkiterrorozzuk a nézőket egy kicsit. Jó. Vagy vége lesz a podcastem most azonnal, sajnálom. Mint egy sértődött 10 olyanok leszünk. Hány lájk van? 2000. 4500-at kell érni 10 másodpercben. 9-8-7-6-4-3-2-1. Nem nyert. Köszönjük, itt voltatok! Na, mondjad. Van egy új vállalkozás, hogy figyeljetek. Angliában kitalálták, hogy a kebabok mellé köretnek. Mi? Oltást adnak, geci. Kebab mellé köretnek oltást kapsz. A Sputnikot, vagy mi? Geci, mekkora rész? Eszed a csípőst, és... Azt jelenti, adják be neked. Oda mész részegen, és itt hajna kettőkon bemasszol egy gyroszt. De múltkor... Már verik be a Pfizer-eket. Bordélyház is így Ausztriában. Hogy az volt a... Hogyha beoltattad magad, akkor ingyen volt egy köröd. Egyébként ez oltópont. Ennek a címét tudod? Fő volt dagadva a karom. De figyeljetek, ezt oltópontként nyitották meg ezt. Oltópontként, de egy grillbár egyben. Oltópont és grillbár. Aha. Mit kéne hoz a Covid az emberekből, nem? Hát, meg hogyha ez a múlik, akkor nem is volt igazi vírus tagadó. Igen, mert hogyha ha három kebabot veszel, akkor nem kapsz csak egy oltást. Aha, tehát még alkudni is lehet. Hát lehet, biztos, hogy lehet. Nem tudom, ezt most csak mondtam a te... Biztos vannak akciók, nem? Tuti. Egyet fizet, kettőt vihet. Visszed haza az anyának a boostert. Meg a izét oda, hogyha közeli lejáratú a oltás, akkor kettőt. Ugyan a kebab mellé innivalónak boostert kapsz, bazdmeg. Szóval Angliában van, és ezt a brit egészségügyi szolgálat közreműködésével nyitották meg valójában. Ilyet nekünk is kell. Ez nem? Mindennek kell lovagolni. Reklámfogás. Mindennek kell lovagolni. Jó, szóval jövő héten nyitunk mi is egy ilyet, igaz? Persze. Hogy mit tudom én, kapsz egy zsíros kenyeret, és mellé tudsz szobat venni. Igen. Ami tényleg jó lenne.
mint régen a Twitch-en voltak ilyen hármas tier-es szubok, amellé lehetne már oltást osztogatni. Amúgy igen. Oltás és szub egyben. Na lölőt, lehet csörgök is egyet. Van egy új üzleti terved, add be neki. Holnap már arra is színes kulcsiba. Beszéltünk a robotikáról is múlt héten. Mi a véleményetek arról, hogy egy négybetűs vállalat, egyébként egy kisebb vállalat, egy német inkább. De ki lehet mondani? Aldi. Ja, igen, tényleg ki lehet mondani, mert olyan gáz bazd meg, nem, hogy sosem mondjuk ki. De ki lehet mondani bármit? Mondjuk ezt írták, hogy politikai dolgokat, mondjuk ezt nem biztos, hogy annyira jó, meg ilyenek. Miért? Itt minden szín van a zöld. De amúgy bármit ki lehet mondani. Fehér, narancskék, minden van. Mert mindig rám nézel, és kérdezed, hogy ki mondhatod, de hát. Azért, mert én nem akarom, hogy megbüntessenek. De azért lölőzöl itt, meg adó, meg faszom. De az de... lölő. De jó, ki lehet mondani bármit. Szóval igen, az Aldi. Szóval igen, az Aldi bevezeti azt, hogy nem lesznek pénztárgépek. Képzeljétek el, az új fejlesztés az van, hogy a vásárlóknak nem kell a pénztárnál várakoznia. Ahogy berakod a kosaradban, tehát mész a sorok között is, berakod a kosaradba a terméket, figyelnek majd, több gép figyel téged, és hozzáadja egyből a számláthoz, és kifele menet csak csippantasz és mész. Hát ezt vezessék már be itt a nyírbátori Tesco-t, érted? Lennének csodák! Pestre már befogják. Azt hallanád, hogy mint a gépus. Egy nagyobb család. Amúgy vajon át lehet-e baszni? De tényleg, oda mész, és csak így behugorod a kosaradba a terméket. És mi van, ha meggondolod magad? Utána levonja? Ha amúgy rakod? Tényleg, az is a másik, csak rakod ki be így neki, és igen. Nézel a kamerába között. És az berakod, kiveszed. Pestre akarják ezt már behozni, hamarosan. Szóval te ki tudod majd próbálni. De most is van ilyen izé voltam, hogy Pesten, azt hiszem. Nem valamilyen személyzet nélküli. Ami... Londonban már működik ugyan ilyen. Londonban már működik ilyen, szóval... És ezt itthon is akarják csinálni? Igen, igen, igen. Mondjuk... Itt ugye veszélybe a pénztárosok, egyre kevesebb munkaerő kell. Mondjuk ez sokkal jobban probléma, nem? Igen, inkább ez. Ez egy konkrét szakma van. Ebben az irányban, volt vezető. Akiktől elveszik ezt a lehetőséget. Ez inkább problémás. Szerintem is. Szerintem is. Ugye beszéltünk erről is, csak ezért hoztam fel, hogy láttam egy ilyet. Ugye a robotika az nagyon menő mostanában. Ja, hát volt egy csomó videó, láttam, hogy beszélgetnek egy robottal. Ja, az Amerikával. Ja, meg hogy lögdösi a kezét, erről összempont beszéltünk. Ja, múltkor beszéltünk róla, igen. Most, de most volt egy kiállítás, igen, aha, és akkor kérdezgetik, hogy hol vagy, és akkor mondja, hogy én itt vagyok. Tehát úgy beszél ilyen én érzéssel. Igen, igen, igen. Meg hogy mondta, hogy neki nincsenek érzései, de ő azért van, hogy azt az ember és a robot közötti kapcsolat hogyan jöhet létre, hogyan teljesülhet be ki egy robot és egy ember között ez az egész kapcsolat. Ugye azért válaszolt arra a kérdésre, hogy miért van itt. Tudott válaszolni a robot arra, hogy mit lát, mindent el tudott magyarázni. Akkor ő mondta, hogy nincsenek érzelmei. Ja, azt láttam, nagyon menő. Stb. Menő, meg egy kicsit olyan ilyen ilyen. Félelmetes is jaj, a creepy elég. Hogy tényleg ott áll előtte egy robot, akivel ugyanúgy beszélgetsz, mint ahogy most itt ketten egymással, és hogy vajon lesznek-e olyan gondolatai, ez majd későbbiekben ezeknek a mesterséges intelligenciának, ami nemet tud már mondani neked, ami már nagyobb probléma lesz szerintem, mint hogy ott áll előttél is most konkrét dolgokról beszélsz. Jó, hát mondjuk a robotika törvény, meg faszom, mert 10 évvel ezelőtt filmekben megjelent a három alapvető törvény, meg a faszom. De valószínűleg ezt beleprogramozzák. Kérdés az, hogy ezt öntudatra ébredve nem. Ha nem is öntudatra fog ébredni, de itt vannak ugye a hackerek, itt vannak ugye ezek a vírusok, amik nap mint nap találkozik az ember, vajon? Lehet, hogy elő fog fordulni az, hogy nem önmagától ébred egyébként tudatra, hanem valakik majd gyártanak egy szoftvert, vagy esetleg egy vírust, amit terjesztenek robotok között, és adnak neki egy teljesen más szoftvert a háttérbe, vagy adnak neki egy olyan dolgot, amivel nemet mond. Neked lenne egy robotod Joker, azt látnánk, hogy a jobb tegyere ki van kopva. A hidraulika mindig elromlik, hogy mi van robot? Így jön neki a szabádból. Minek, amíg a porszívó működik, nem kell robot. Igen. Úgyhogy lehet, hogy inkább az ember lesz önmagának egyébként az ellensége, mint hogy ők lázadnak fel. Hát igen, ez most egy félelmetes. Ez egy nagyon para dolog. Ugye itt történnek dolgok, ugye a hackerkedéssel kapcsolatban is, és most ezért jutott csak eszembe, hogy nem hiszem, nem biztos, hogy akkor hogy a robot fog, de saját magunk ellenségei vagyunk állandóan, szóval ez előfordulhat. Előfordulhat, igen. Jó, srácok, szerintem hamarosan eljön a búcsú ideje, a lájkot nyomjátok már meg, mert ez nagyon jó, meg visszajelzés, meg faszom öccse, úgyhogy nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok. Na, annyi van már, nem? Igen. Úgyhogy... Fájn van.
Úgyhogy kösz szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, köszönjük a támogatásokat, amit most nem tudunk elolvasni, mert antialszik. Egyrészt meg nem listázza ki az a szar, de attól függetlenül nagyon hálások vagyunk érte. Kösz a szubat, a csillagot, a subgiftet, mindenkinek mindent. Kösz, hogy itt voltatok. Tartsatok velünk legközelebb, ami jövő hét, hogyha mindenki egészséges marad, és ilyenek. Ja. Megbetegedti hirtelen? Úgyhogy szevasztok és csá, mindenkinek. Megírják le, hogy mit szeretnék témának. Fontos. Írjátok le nyugodtan, mert nekünk is egy kicsit könnyebb. Ja, a Vodon fölkerül ez, ott kommentben így nyugodtan van. Írjatok. Bármit írhattok. Véleményt, mondjuk kit írjátok érdekel. Írjátok véleményt is, nem? Persze. Ja, nem érdekel egyáltalán, jó, de érdekel minket. Érdekel. De jó, mert elő tudjuk venni a következő első 10 percben. Van felháborodás egy kicsit. Igen. Meg témajavaslatokat nyugodtan nyomjatok. Így van. Szevasztok, csá mindenkinek. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok. Szép napot, puszi-puszi nyárcsere, meg minden faszom. Sziasztok. Hello. Sziasztok, hello. És hello, és sziasztok.